Egy kalandos történetű szobor előtt állunk most. 1930-ban került ide erre a helyre, ahol most áll. 45-ben levették a turulmadarat, majd 1948-ban, 3 évvel a világháború után került ide a forradalom és szabadságharc emlékére egy tábla, ami az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére emlékeztet bennünket. Egy pici idő elteltével, ez a pici idő azért ez egy szűk 30 év, de hosszú távlatban azért ez nem akkora ugrás. 1987-ben újabb kis táblával egészült ki ez az emlékhely, ami nem csak az országos forradalmi szabadságharc emlékére emlékeztet már bennünket, hanem 87-ben a szikszói szűkebb eseményekre is, tehát ami 1848. december 28-án történt Szikszó határában, amikor Franz von Schlick hadai csaptak össze Mészáros Lázárra. Ugye Mészáros Lázár neve utcanévként legalábbis ismerős minden szikszói számára, ami a szikszói történelem szempontjából nem egy fényes pont, hiszen vereséggel zárult ez az összecsapás, de a 48-as szabadságharc egyik fontos eseménye volt ez a 48. december 28-ai esemény. Ezután a 48. december 28-ai esemény után ami 87-ben került ide, 90-ben, tehát 3 évvel később a rendszerváltáskor volt valószínűleg lehetőség arra, hogy az emlékmű másik oldalán egy 56-os kis emléktábla is emlékezzen azokra a szikszójokra, akik az 56-os forradalomban veszítették az életüket. És 5 évvel később, hogy egy ilyen szép nagy ívvel bezáruljon a történet, került föl Mazur József alkotásaként a mostani műkőből készült turula tetejére, tehát eljutottunk a 30-tól 1995-ig a országzászlótól az országzászlóig, közben 48-os emlékmű országos szinten, helyi szinten, 56-os is, és aztán végül az eredeti funkcióját is elnyerte. A szikszójak leginkább azért azt gondolom, hogy a 15. ünnepségek kapcsán a koszorúzásként ismerik ezt az emlékhelyet. Időben nagyot ugrunk most, hogy ideértünk a református templom kerítésének a tövében található emlékkőhöz, nevezzük így, amely a 16. századig vezet bennünket vissza. Hogyha a 16. századról beszélünk, és egy picit megállunk gondolatban, akkor mindenki számára az elsőként a török elleni küzdelmek jutnak eszébe. Szikszón ez 3 évszámhoz kapcsolódik a 16. században. Az első az 1558-ban történt, a második 1577-ben, és a harmadik a számunkra a legfontosabb, ami miatt most itt vagyunk, az 1588. október 8-án történt csata emlékeit viseli. Ha szeretnénk egy picit történelmileg beágyazni a dolgot, akkor a távoli párhuzammal azt tudnám mondani, hogy úgy tudjuk elképzelni az akkori 1588. októberi küzdelmet, ahol Rákóczi Zsigmond seregei legyőzték a törököt, mint mondjuk 1552-ben Eger, Dobó István, ugye egri csillagok, vagy 1566-ban Zrínyi Miklós, Szigetvár, ugye a szigeti veszedelem. Ebben az időszakban vagyunk, ide kapcsolódik be Szikszó is ebbe az időszakba, és hogyha picit lokálpatriótaként nagyképűen szeretném ezt az irodalmi párhuzamot tovább folytatni, akkor azt mondhatnánk, hogy a szikszói eseménynek is van egy irodalmi vonatkozása. Ez Tardi György tollából származik, ő egy énekszerző volt, egy historiás éneket írt, a Historia Szikszói Enzis címűt, amely ennek a csatának állít emléket. A kő maga az pedig a csata 400. évfordulójára került ide, ugye 1988-ban, így ezt nem volt nehéz kiszámolnunk. Amit még azt gondolom, hogy az emlékkő kapcsán érdemes megjegyeznünk, az hadd kapcsolódjon Tardi Györgyhöz, és fejezzük már be ezt a kis megemlékezést azzal, hogy egy strófát ide idézünk ebből a műből, amely úgy hangzik, hogy halljátok meg azért kérlek romlását, törököknek Szikszó miatt fogságát, magyar-német vitézeknek vívását, törökökkel erős nagy harcolását.